mi mindent lehet mikróban melegíteni. Én például a tésztákat mindenképpen fagyosan szoktam tárolni, hiszen amikor frissiben elkészül, mondjuk egy keltészta, vegyünk egy buktát. Mindenképpen, amikor arról van szó, hogy szeretném később is használni, vagy mondjuk egy kedves vendégem, tudom, hogy holnap buktát enne, de ma sütöttük, akkor én mindenképpen fóliába beszoktam folpakba csomagolni, és lefagyasztom. Ugyanez persze kenyérre is, más egyéb keltésztákra is vonatkozik, de nézzük meg, hogyha mikróba betesszük, és mondjuk ez egy erős mikro, 1200 wattos, általában 1-2 perc alatt ki tud engedni. Viszont arra nagyon ügyeljünk, hogyha abban a pillanatban, hogy túlmelegítjük, akkor ilyen briketté, ilyen száraz vacakká alakul át, és kidobhatjuk a szemétbe. Tehát gondosan inkább többször nézzük, tesztelgessük, hogy mennyi időre kapcsoljuk rá. Vannak ugyan kiolvasztási fokozatok a mikron, de én nekem az a tapasztalatom, hogy szinte senki nem használja és nincs türelme hozzá. Ezért most azt mondtam, hogy egy ilyen buktát tegyük be egy percre, de még az sem biztos, hogy ki fogjuk várni. Első próba. Már most kezd alakulni. Még egy nagyon pici melegítésre szükség van, hiszen a lefagyasztott lisztes keltészták kenyérneműk melegítéshez párára van szükség. Na most a mikró azért, amikor elkezdi gerjeszteni a molekulákat, ott pára képződik, egy kicsit föl tudjuk újítani. Persze, ha nincs otthon mikrónk, azért azt meg tudjuk csinálni, hogy a sütőbe, ha betesszük, akkor egy kicsit benedvesítjük a, mondjuk az ilyen kenyérnemüket, keltésztákat, és akkor pótoljuk azt a párát, amire szüksége van. Lehet látni, hogy ez egy fagyos volt, most már párolog. Most ilyenkor azért az ember nem harap bele, a lekváros bukta közepén a forró lekvár komoly baleseteket tud okozni.